Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulást adott nékünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Húsvétot megelőző vasárnap, azaz világvasárnapon barka szenteléssel várják a szentmisére érkező hívőket a bátaszéki nagy boldogasszony római katolikus plébánia templomban. Jézus Jeruzsálem bevonulásának emlékére évszázadok óta szentelnek különböző ágakat. Mindjárt az evangéliumhoz kell visszanyúlnunk. Ugye virágvasárnapján az Úr Jézus ünnepélyesen bevonult Jeruzsálem városába, és akik kísérték őt, vagy látták az úton, azok leterítették ruhájukat, vagy pálmaágakat terítettek az Úr elé, ahogy a szamárcsikó hátán bevonult Jeruzsálembe. Ünnepélyes volt ez a bevonulás, és erre emlékszik az egyház. De mégis ebben az ünnepélyességben már valami árnyékot látunk, észlelünk, ez pedig az Úrnak a szenvedése. Maga az Úr is tudta, és mi is tudjuk, hogy virágvasárnapján nem állhatunk meg, tovább kell lépnünk, majd a nagy csütörtök utolsó vacsorai szentmiséjében, a nagy péntek kereszthódolatában, és hát nagy szombaton el kell csendesednünk az Úr sírjánál, hogy majd megünnepelhessük húsvét vigíliáján, húsvét vasárnapján az Úr föltámadását. Erre emlékezik bátaszék is, és erre készülünk mi magunk is, az a közösség, akik vasárnapról vasárnapra itt vagyunk a szentmiséken. Azokban az országokban, amelyekben a pálmafa nem honos, tavasszal korán bimbózó ágakat szentelnek. Magyarországon többnyire barkával helyettesítik a pálmaágakat, ezért nevezik a szertartást barka szentelésnek. A barka megszentelése már a jövő évi hamvazó szerdára is továbbmutat, mert a megégett barkákat elégetik, és ennek hamuját elteszik jövő évre. Ezzel a hamuval fogják meghinteni magukat a hamvazó szerdán, emlékeztetve magukat arra, hogy ember, por vagy, porrá leszel. A szentmise kezdetén az asszisztencia, a minisztránsok a templom hátuljához vonulnak szentelésre. Az idei évi időjárás nem tette lehetővé, hogy a templom körül nagy körmenetet tartsanak, ezért a templomban vonulnak körbe. A szentmise a szokott módon folytatódik, de az evangélium helyén Szent Lukács evangélistának Jézus passióját hallgatták a résztvevők, akik többnyire bátaszékről és a környékbeli faludról érkeztek az egyházi eseményre. Az emberek, akik őrizték Jézus, csúfot üztek belőle és bántalmazták. Szemétbe kötötték, arcon ütötték és vérdezték.